Köszöntöm nézőinket, ez a Mozaika Sopron televízióban. Ismét lomtalanítás, méghozzá 2019-ben Sopronban. Ennek szabályairól, feltételeiről beszélgetek Mágel Ágosttal, a Sopron térségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás elnökével, akit sok szeretettel köszöntök. Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntöm a nézőket én is. Nézzük, mik a lomtalanítás legfőbb szabályai, mielőtt esetleg kitérünk majd arra, hogy mikor, hol lehet felfedezni ezeket a helyeket. Valóban a következő héten, tehát jövő héttől 2-2 helyszínen indítjuk a város teljes területére a lomtalanítást, egyelőre meghatározott terv szerint. A lomtalanításnak a fő szabályai 30 köbméteres tárolóba, konténerbe helyezheti el a lakosság a megunt vagy kidobandó lomot, ami ugye kukába nem lehet elhelyezni. A kifejezetten lakossági lomtalanításról van szó, és itt ez alatt azt értem, hogy a háztartásban képződött lomnak az elszállítására tudunk vállalkozni. Vállalkozói szinten lebontottak egy társasháznak az összes nyilászáróját, annak az elszállítása nem a mi feladatunk, ennek a projektnek a keretében. Tehát kifejezetten a lakosság részére szeretnénk, akarjuk fenntartani ezt a lehetőséget. A szabályok, a veszélyes hulladéktól eltekintve, azon kívül minden elhelyezhető abban a kihelyezett konténerbe, amit kedszerda és csütörtöki napokon fogunk az előre meghatározott helyre elhelyezni. Tulajdonképpen ennyi a főszabály. Én most látom már lelki szemeimmel, hogy felkapták a fejüket nézőink, és azt mondják, hogy na jó, de hova és mikor vihetem, hol lehet találok ilyen konténert? Mi lesz a metódus, miként fogják értesíteni a lakosságot? 36 helyet jelöltünk ki a város területén. Az egy-egy helyszínnek a környezetét előző pénteki napon tájékoztató levélbe fogjuk értesíteni, hogy kedd, szerda és csütörtöki napokon a konténer itt helyezkedik el. Tehát igyekszünk a lakosságot maradéktalanul tájékoztatni annak a konténernek a körzetében lévő utcákra kiterjedően. 2-2 helyszín lesz, az első két helyszín a Jereván területén, ezt pénteki napon kiértesítjük, a jereváni társasházaknak az ajtajára kiteszünk egy tájékoztató feliratot. Ugye általában az szokott lenni, hogy az első nap mindjárt megrohanják az emberek ezeket a konténereket. Gondolom az elszállítás az napon, minden nap megtörténik. Tehát természetesen ez úgy csináljuk, egy külön vállalkozót állítottunk a konténereknek a szállítására, egy megfelelő gépi berendezéssel. Amikor megtelik a konténer, akkor bevisszük, ha azon a napon még vissza tudjuk vinni, akkor visszavisszük, és délután 3 órakor behozzuk a konténert, majd másnap reggel 7-8 tájékán ismét kitesszük a konténert. Nagyon jól tudom, hogy az esti órákban, akár a késő esti órákban is gyűlik-gyűlik a konténerbe szánt anyag, de nincs ott a konténer, másnap ezt be fogjuk rakni rakodógéppel. Tehát az eltakarítás, az eltisztítás, az ott maradt lomoknak a felszedése megtörténik. Ugye már szót ejtettünk arról, hogy mit tehetünk oda, és mit nem. Azért térjünk ki arra, hogy melyek számítanak a veszélyes hulladéknak, hiszen azt mondom, hogy nincs mindenki birtokában ennek a tudásnak. Elevenítsük föl ezt a tudást, vagy ezt a kérésünket, hiszen az autógumi, az autóakkumulátor, a műanyagablak, keret, az veszélyes hulladéknak minősül. Ezeknek az átvételére Sopronban két ponton, a hulladék udvarokban van lehetőség. Ugye a Pozsonyi úton van egy hulladék udvarunk, és a Harkai úton van egy hulladék udvarunk. Ezeken a helyeken ingyenesen
a lakcímkártya bemutatásával, hiszen ezzel tudjuk igazolni azt, hogy az illetőnek szürkekuka megrendelése, illetve szürkekuka szerződése van. Akinek van szürkekuka szerződése, őt tőle ingyenesen vesszük át az előbb említett termékeket, vagy anyagokat. Ide tartoznak az elektromos dolgok, de a hulladék udvarba egy köbméter lebontott törmeléket is átveszünk ingyenesen egy évben. Ugye ez akkor is fontos, és akkor is érdekes, ha mondjuk valaki ebben a adott három napban, amíg kint van a lomtalanítási konténer, mondjuk nem ér rá, nem tudta kitenni a saját keletkezett lomot, akkor egész évben nyitva vannak ezek a hulladék udvarok. Természetesen fontos ezt hangsúlyozni, hogy egész évben nyitva tart ez a két hulladék udvar, és folyamatosan van lehetőségünk átvenni, de a műanyag kerti, eltörött kerti széket, ugyanígy ide tartozik a lepusztult szekrényeknek, nincs már rá szükség, fotel, szék, hasonló háztartásból használatos butorok, ezeket is ki lehet szállítani a hulladékudvarba, ha most a lomtalanításba nem tudja betenni. De hangsúlyozom, hogy az említett veszélyes hulladékokat, csütőolajat folyamatosan egész évben átvesszük ezeken a pontokon. Az is fontos, hogy mindenki csak oda helyezze el a lomokat ezeken a területeken, ahol ki van jelölve. Ugye itt ebből a tájékoztató levélből ez egyértelműen kiderül, hiszen ezt most azért mondom, mert volt rá példa, ha jól emlékszem, a tavalyi évben, hogy valaki önkényesen meghirdette a lomtalanítást, és hirtelen nagy kupacok keletkeztek. Hát ugye önkényesen így van, konkrétan tudom a helyszínt, kitettek oda egy iratot, hogy itt lomtalanítás van, közben a város nem kezdeményezett és nem tervezett lomtalanítást, és két nap alatt akkora kupac gyűlt össze, hogy nem győztük elhordani, hiszen a városnak a költségvetését terhelik ezek. Ebben az esetben közterületnek az illegális használatáról van szó, tehát gyakorlatilag vagy a rendőrség, illetve a közterület felügyelet eljárhat az illetővel szemben. Nem könnyű kideríteni, hogy ki kezdeményezte ezt a lomtalanítást. Most a lomtalanítás 36 helyszínen természetesen hivatalos. A kihelyezett konténerből tudja mindenki, hogy ez a pont az, ahova le lehet rakni. Nem szép látvány. A város 36 pontján nem szép látvány, de ezt a három napot a környezetben élőknek is szeretném, hogyha támogatnák, kibírnák azt, hogy ott van pont az a kihelyezett konténer. Az elmúlt év tapasztalatából is gondolkodtunk, és olyan helyre, ahol nagyon-nagyon zavarta az ott élőket, odnét elvittük a konténert, és máshova helyeztük. Aki előtt a konténer ott van, az utálja, de nagyon messze se legyen. Ez buszmegálló effektus. Igen, nehéz az arany középutat megtalálni ebben az esetben. Ugye néhány héttel vagyunk karácsony után, hogy a lomtalanítás mellett kitérjünk a leszedett karácsonyfákra, és ugye ez is fontos hangsúlyozni, hogy leszedett karácsonyfák. Mi is már beszámoltunk róla, hogy vannak gyűjtőhelyek, mi a pontos szabálya ennek, mi ki hova tegye Köszönöm a fákat. Köszönöm szépen, hogy azt hangsúlyozta, hogy leszedett karácsonyfáról van szó. Begyűjtjük, tehát az STKH és a Holding közterület divíziója begyűjti a karácsonyfát a város minden pontján. A társasházas lakóövezetekben, Jereván nagyobb övezetekben kijelölt pontok vannak, oda kérjük szíveskedjenek elhelyezni. A családi házas övezetbe a kuka mellé lehelyezik, és mondjuk 2-3 napon belül elvisszük a karácsonyfát. Van egy teherautó, amelyik folyamatosan járja a várost, és szedik össze a karácsonyfát, hangsúlyozva, hogy a diszektől, a különböző dekorációtól megfosztott, lefejtett, megtisztított karácsonyfáról beszélünk, hiszen ezeknek a fáknak a további feldolgozására kerül sor, darálás és komposztálás.
a menetrend. Ugye, ha mondhatom, viszont láthatjuk mi még a saját fánkat, igaz, hogy apró darabokba és a virágágyásokba, hiszen nagyon jó talajtakaróként is működik. Természetes, egyrészt a komposztálásnak a folyamata ugye annyi, hogy ledaráljuk a fenyőfát egyéb fahulladékkal együtt. Ezt egy letakart helyzetbe, levegő aláfújással meggyorsítjuk a rohadási folyamatot, és kvázi visszanyerjük a természetnek a fahulladékot, földdel keverve, jó talaj lesz a következőkbe, a kertekbe, a stb. Helyekre. És még egy gyors kérdés, gondolom időn is folytatódik a családi házasövezetekben a sárga és a kék zsákok gyűjtése, hiszen az első adagot szerintem már sok helyről el is szállították, akkor ez megmaradt, bevált dolog. Bevált, természetesen bevált, és azt mondjuk, hogy a beszállított, ilyen módon beszállított, szelektíven gyűjtött anyag, műanyag, stb. Papír nagyon jó minőségű, és nagyon jól lehet bent további válogatással szelektálni, és majd később azt a megfelelő újrahasznosító feldolgozó helyre szállítani. Tehát a zsákos szelektív hulladékbegyűjtést is tovább folytatjuk. Az STK honlapon meghirdettük azokat az időpontokat, amelyek abban az utcában, abban a térségben az év minden hónapjában egy napra érvényesek. Köszönöm szépen, remélem, hogy tényleg továbbra is egy szép, tiszta városban élhetünk. Hát, tegyünk érte sok mindent, és a lakosságnak az ilyen irányú kéréséhez, illetve hozzájárulásához is kérem a segítséget. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, ez volt Mozaik című műsorunk, tartsanak továbbra is velünk, viszontlátásra.